Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. De a magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet, azt mondják, Brüsszel migránsgettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogy hogyan kezeli az illegális migrációt az Egyesült Királyság, Szlovénia és Horvátország. Nézzük először az Egyesült Királyságot. A szervezett embercsempészet felszámolásáról szóló cselekvési tervről állapodott meg Nagy-Britannia a világ vezető gazdasági hatalmait tömörítő G7 csoport többi tagjával. Kertész Róbert jelentkezik Londonból. Jó reggelt kívánok! Mit tartalmaz ez a program, és milyen eszközök használatára hatalmazza fel a megállapodást Nagy-Britanniát, illetve a többi G7 tagállamot? Jó reggelt kívánok a nézőknek, valóban Yvette Cooper, brit belügyminiszter a hétvégén jelentette be, hogy létrejött ez a megállapodás brit kezdeményezésre a 7 vezető ipari hatalommal. Ugye ennek a csoportnak Nagy-Britannián kívül az Egyesült Államok, Japán, Németország, Olaszország, Franciaország és Kanada a tagja. Tudnunk kell, hogy ez az országcsoport állítja elő a világgazdasági szintű hazai ösztönmék, vagyis a GDP csak nem 30%-át, tehetős országok. Értelemszerűen és természetszerűleg ezek az országok állnak a szervezett embercsempész bandák célkeresztjében elsősorban. Tehát ezekben az országban jelenti a legnagyobb problémát az illegális bevándorlás. Éppen ezért jött létre ez a dokumentum, amelynek csak a kivonata 4 jogi szöveggel sűrűn teleírt oldal. Valóban ez a címe a megállapodásnak, hogy az embercsempészet lebontását célzó cselekvési terv. Több sarkalatos pontja van. Érdemes kiemelnünk például azt, hogy ezek az országok együttműködnek majd azoknak a úgynevezett beszállítói láncolatoknak a lebontásában, amelyek lehetővé teszik egyáltalán az embercsempész bandák működését. Ide tartozik például az is, hogy meg kell akadályozni az embercsempészek által használt csónakok alkatrészeinek kereskedelmét. Nagyon nagy probléma Nagy-Britanniában évek óta, hogy a kontinensről csónakokkal évente több tízezren próbálnak átkelni illegális módon menedékkérők, és ebből most már szinte heti rendszerességgel vannak tragédiák. Legutóbb a múlt héten halt meg 4 ember, köztük gyerekek a La Manche csatornán, tehát ennek mindenféleképpen véget kell vetni. Nagyon fontos eleme ennek a programnak még az is, hogy ezek az országok együttműködnek majd a közösségi médiafelületeket működtető vállalatokkal, illetve az internet szolgáltatókkal annak érdekében, hogy minél előbb eltávolítható legyen ezekről a felületekről az olyan tartalom, amely bármilyen módon ösztönzi az illegális bevándorlást. Ide tartozik például a hamis álláshirdetések közététele, amelyek csábítják ezekbe az országokba azokat, akiknek nincs jogosultságuk munkát vállalni ezekben az országokban. Tehát egy nagyon átfogó tervről van szó, amely tökéletesen beleillik a munkáspárti brit kormány stratégiájába. Emlékszünk, az előző konzervatív párti kormány fő stratégiája az volt, hogy Ruandába, a kis közép-afrikai országba kell áttelepíteni az illegálisan érkező menedékkérőket. Ezt a munkáspárti kormány július megalakulása után első napján törölte, és elsősorban az embercsempész bandákat vette célkeresztjébe, és ennek működtetésére, ennek a stratégiának a működtetésére külön határvédelmi parancsnokságot hozott létre, és ez lesz az a szerv, amely együttműködik majd a G7 csoport többi országával az embercsempészek elleni fellépésben. Köszönjük szépen, megyünk tovább. Szlovéniában költségtérítésre jogosultak a határmenti települések a fokozott határőrizet miatt. A szlovén kormány idén 2 millió eurót biztosít erre a célra. A részletekért Lendvára kapcsolunk Magyar Lovrics Mirjánához. Jó reggelt kívánok! Nos, ugye a fokozott határellenőrzésnek az illegális migráció az oka. Mire jogosultak azok a határmenti települések, milyen költségtérítésre, amelyek a migrációs nyomás alatt állnak?
Szép reggelt kívánok! A 2022-ben elfogadott az államhatár ellenőrzésről szóló módosított törvény jogalapot teremtett a határmenti településeknek. Az államhatár fokozott ellenőrzések következtében felmerülő költségek részleges megtérítésére a Belügyminisztérium magyarázata szerint a támogatható költségek közé tartoznak a fokozott terhelésnek kitett önkormányzati utak és közutak felújítási és karbantartási költségei, az utak megvilágításának költségei és egyéb olyan költségek, ilyenek például a megnövekedett rendőri jelenlét költségei, melyek a fokozott határőrizet következtében a polgárok biztonságának növelése érdekében keletkeznek. Az önkormányzatoknak a felmerült költségek egy részének megtérítése iránti kérelmet a Belügyminisztériumnak november 15-éig kell megküldeniük a költségeket igazoló dokumentumokkal együtt. A szlovén kormány az idei évben a költségek megtérítésére 2 millió eurót biztosított. A céleszközök szétosztásánál az állam figyelembe veszi a határ hosszát az egyes településeken, a határátkelő helyek számát, a település lakosságának számát, az illegális határátlépések számát és egyéb a helyi környezet biztonságára jelentős hatást gyakorló körülményt is. A határmenti települések polgármesterei elmondása szerint ez a pénz sokat segít nekik, hiszen általa a közvilágítás nélküli települések, útszakaszok, utcai világítást kaptak, földutakat aszfaltoztak le, vagy olyan utakat újítottak fel, amelyeket a rendőrség és a szlovén fegyveres erők használnak a határon való járőrözéshez. Szlovéniában egyébként Horvátország schengeni csatlakozása óta a legnagyobb migrációs nyomás a horvát határhoz közeli novomesztói rendőrkapitányság ellenőrzése alá eső területre nehezedik. Ebben a térségben tartóztatták fel az illegális bevándorlók 84,5%-át, ott találhatók tehát azok a települések, amelyekben az elmúlt két évben nagymértékben megnőtt a migrációs nyomás és a rendőri jelenlét is. De egyébként is az a jellemző, hogy a határsértők Horvátország felől lépnek az ország területére, idén az illegális belépések 97,5%-át a horvát határszakaszon kezelték a hatóságok. Az év első 8 hónapjában ugyan 12% kevesebb határsértőt tartóztattak fel, mint a tavalyi év azonos időszakában, de így is 32 ezer illegális migráns érkezett az országba. Megnőtt azonban a meghiúsított embercsempészési kísérletek száma méghozzá 50%-kal. A rendőrség 9 hónap alatt 423 embercsempészt vett őrizetbe, ők összesen 2344 migránst segítettek a határ illegális átlépésben. A rendőrségnek egyébként az elmúlt hétvégén sem volt kevés dolga, csak a novomesztói rendőrigazgatóság fennhatósága alá eső területen két szerb, egy grúz és egy ukrán embercsempész került előzetes letartóztatásba. Ezen a határszakaszon a rendőrség a hétvégén 358 határsértőt tartóztatott fel, Szlovéniában összesen 464-et. Köszönjük szépen, megyünk tovább. Újabb migránsokkal teli furgon szenvedett balesetet Horvátországban. A jármű sofőrje és egy utas a helyszínen életét vesztette. Idén 6 illegális bevándorló hunyt el autóbalesetben, tavaly egy sem. A részleteket kapcsolunk Zágrába, Kriák Krisztinához. Jó reggelt kívánok neked is. Mit lehet tudni a mostani esetről, és úgy általánosságban hogyan kerülnek ilyen helyzetbe a migránsok? Jó reggelt kívánok! A hétvégén történt balesetben ketten vesztették életüket, és 25-en sérültek meg. Az embercsempészek általában ugyanazokat a módszereket használják. A migránsokat mindig éjszaka veszik fel valahol a boszniai határ közelében, és csak a mohóságuk különbözteti meg őket. Jelen esetben az embercsempész mindenféle emberiességet mellőzve és a fizika törvényeit cáfolva 26 migráns zsúfolt be egy kisebb furgonba. Ezért nem is csoda, hogy a rendőrök az A3-as autópálya egyik fizető kapujánál felfigyeltek a szemmel láthatóan is túlterhelt gépjárműre, majd biztonságos távolságból hang és fényjelzés nélkül elkezdték követni a furgont, amelynek sofőrje azonban észrevette a kíséretet és megnövelte a jármű sebességét. 7 kilométerrel arrébb, Paklenica városában egy árokba borulva találták meg a járőrök. A gépkocsi nekiütközött egy betonhídnak, az oldalára borult, majd egy ház falának és egy villanyoszlopnak csapódott.
Szemtanúk szerint szörnyű látvány volt. Mivel a baleset éjjel 1:45-kor történt, az óriási csattanásra sok ember futott ki az utcára. Elmondásuk szerint a migránsok többsége kirepült a teljesen összetört autóból, egyeseket viszont úgy kellett kivágni belőle. 8 mentőautó és tűzoltók is érkeztek a helyszínre. A rendőrség és a kórház később közölte, hogy az utasok közül 2 a helyszínen életüket vesztették, 3 életveszélyesen megsérültek, volt, akit azonnal meg kellett műteni, a többieket pedig megfigyelés alatt tartották. Török, szír, afgán és egyiptomi állampolgárok voltak. Sajnos idén nem ez volt az első eset, hogy az embercsempészek felelőtlensége miatt emberek haltak meg. Januárban egy horvát házaspár vesztette életét, gyermekük pedig súlyosan megsérült, amikor egy migránsokat szállító gépjármű frontálisan nekik ütközött, ennek a sofőrje is életét vesztette. Májusban Split közelében egy szintén rendőrök elől menekülő gépjárműben, amely egy betonfalnak ütközött, 4 migráns halt meg. Horvátország évek óta érdekes útvonal a migránsok számára. A legnagyobb nyomásnak Károlyváros, Sziszek-Monoszló és Brod-Száva mente megye van kitéve, amelyek mind Bosznia-Hercegovinával határosak. Az embercsempészet pedig virágzik, ha migránsoktól személyenként több ezer eurót is elkérnek a sokszor veszélyes utakért, amilyen a mostani is volt. Az embercsempészek leginkább maguk miatt sodorják veszélybe mások életét. Ha ugyanis elkapják őket, a migránsok kinyilváníthatják nemzetközi védelem iránti kérelmüket, majd szabadon mozoghatnak az országban. Az embercsempészek azonban, akik közül idén valamivel több mint 1500-at fogtak el a horvát hatóságok, 2-szer többet, mint tavaly, börtönbe kerülnek, és azt a pénzt is elveszítik, amelyért a bűncselekményt elkövették és a kockázatot vállalták. Ez volt a migrációs körkép. Kertész Robertnek, Magyar Lovrics Mirjánának és Krián Krisztinának. Köszönjük szépen!